A megalapozott gyanú szerint a szolnoki testvérpár és unokatestvérük előre megbeszélték, hogy fémhulladékot lopnak a kiszemelt helyi ingatlan udvaráról, majd azt később pénzé teszik. A megbeszélésnek megfelelően később bementek az idős sértett udvarára, ahol zsákokba kezdték pakolni a különböző autóalkatrészeket és egyéb vasanyagokat, azonban a 86 éves tulajdonos tetten érte és távozásra szólította fel őket. Ekkor az egyik jogtalan behatoló kezében egy kábeldarabbal megindult a nő irányába, és arra utasította, hogy menjen be a házba, különben agyoncsapja. A szépkorú engedelmeskedett a felszólításnak és bement a házba. Ott nem sokat teketóriázott, hívta a rendőrséget. A helyszínre érkező szolnoki rendőrök a háztól pár száz méterre elfogták a három menekülő férfit, kezükben a lopott dolgokkal. A 16-19 és 21 éves feltételezett elkövetőt előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók rablásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki a trió tagjait. A nyomozóhatóság a terhelteket őrizetbe vette, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.